Elérte a 4 milliót a beoltottak száma április végén, így május 1-től új szabályok léptek életbe. A kijárási tilalom kezdete éjfélre módosult. Este 11 óráig lehetnek nyitva a boltok és a vendéglátóhelyek. A védettségi igazolmánnyal rendelkezők számára megnyílnak a vendéglátóhelyek belső terei. A szállodák, szabadidős létesítmények, állatkertek, múzeumok, mozik, színházak, edzőtermek is látogathatóvá válnak. Ezekre a helyekre kiskorúak is bemehetnek. Ám fontos kiemelni, hogy 18 éven alattiak csak védettségi igazolmánnyal rendelkező felnőtt kíséretében ülhetnek be a filmekre, mehetnek be az intézményekbe. Dombóváron is gőzerővel folyik a munka a kulturális intézményekben. Május 3-án tartottak egy értekezletet a vezetők a városvezetéssel. A szakemberek arról egyeztettek, miként alakuljanak a város főbb eseményei az év során. A könyvtár egyrészt most a covidos időszakban egy ilyen ablakos kölcsönzési formában működött, most ez bővülni fog, szóval szeretnénk ezt is egy bizonyos szinten megtartani, azon kívül korlátozott óraszámban be lehet majd menni kölcsönözni a könyvtárba is, tehát azért egy kicsit nyitunk a könyvtár irányában. A gyűjtemény egy picit később tervezzük a gyűjtemény nyitását, mert jelenleg folyamatban van, nem sokára kezdjük el a Koncz András fényképész munkásságát bemutató fotókiállításnak az összeállítását, és nyilván a gyűjteményt akkor szeretnénk nyitni, amikor ezzel olyan május 20-a tájékára tervezünk, elkészülünk, és amikor nyitunk, akkor ezt az új kiállítást az érdeklődők meg tudják nézni. A júliusban kezdünk valószínűleg az Anna napi búcsúval, ami a szőlőhegyi, Dombóvár szőlőhegynek a több éves programja, illetve ezt megelőző napon egy nagy Republik koncerttel készülünk, reméljük ez megvalósul, ez egy városi program. Aztán az augusztusunk az elég sűrűnek ígérkezik, augusztus vége főleg, mivel a városhete program áprilisban szokott lenni, de ezt az idén nem tudtuk megtartani, augusztus 19-ével tervezzük a városhete programot. Nem egy egész hetes programnak, de lesz gála, amit már természetesen ez is egy hagyomány, és hát várják a lakosok, azon kívül oda is egy nagy koncerttel készülünk, az Apostol együttes szeretnénk elhívni. És hát onnantól kezdve gyakorlatilag augusztustól már beindulnak a programok. Ahogy nézzük, most épp ma volt megbeszélés, gyakorlatilag az év vége az elég sűrű lesz, hiszen próbáljuk majd azokat a dolgokat bepótolni, amiket ez idáig nem tudtunk megtartani. A városban aktívan tevékenykedő civil szervezetek is elkezdhetnek a művelődési házban próbálni. Azok a civil szervezetek, akiknek ott van nálunk a székhelye, hogyha nem is ott van a székhelye, de rendszeresen előfordulnak nálunk, mint mondjuk a Kertbarátkör, a nyugdíjasok különböző szervezetei, vagy a Kaposkórus, akik ott próbálnak, illetve a Kapostánc együttes, ők jöhetnek próbálni a szabályok betartásával, tehát a felnőttek természetesen kártyával, illetve azzal a jogosítványa jöhetnek, ami igazolja, hogy túlestek a betegségen, ez fél évig érvényes, a fiatalabbak bemehetnek maszk nélkül is. Nálunk a frontban, akik ott lesznek a dolgozók, természetesen hordjuk a maszkot, és ezeket a szabályokat mindenképpen betartjuk, illetve azokat a másfél méteres személyek közti távolságot is, tehát aki eddig kisebb helyen volt, ahhoz, hogy elférjenek, biztosítani tudjuk neki mondjuk egy nagyobb próbahelyet, vagy akár a színpadot a próba lehetőségére. Az év második felére tehát optimistán tekintenek a kulturális élet dolgozói, szervezői, és jelenleg is azon dolgoznak Dombóváron, hogy ismét élettel, kultúrával teljenek meg az erre alkalmas terek, intézmények.